Sziasztok, Oszkár vagyok, és ez a Blood végigjátszásomnak a 21. része. Éjszaka van, 10 óra elmúlt, én úgy döntöttem, hogy csinálok egy Blood végigjátszást, bizony. 21. rész, Korterem című pálya, epizóde 3 M4, 5 darab titkos hely, 2 darab referencia. Az egyik referencia az It's Alive című filmből van, az egyik sarokban Caleb meglát egy babakocsit, melyből kilóg egy démoni kéz. A másik Gun with the Wind. Elfújta a szél. Az előbb említett szobában, hogyha Caleb közelebb lép a babakocsihoz, akkor a következőt mondja. Én nem értek a szülészethez, Scarlett kisasszony. Jaj, mi volt ez? Szóval, így van. Ez a mondat Precious szájából hangzik el a filmben. Egy picit most csendesebben kell beszélnem, mert a szomszéd szobában ilyenkor már lehet, hogy alszanak. Na szóval. Most... Nincs fejhallgató a fejemen, mint észrevettétek. Rájöttem, hogy a puska mikrofon az a hangszoróból kevésbé veszi fel a hangokat, abban az esetben, hogyha a játéknak a hangerejét egy kicsit visszább fogom. Úgyhogy pontosan ezt tettem. Viszonylag jól hallom azt, ami a játékban történik, azt is, ami a valóságban, bla bla bla. Na de kezdjük el ezt a fantasztikus pályát. Gyere, Gargi! Jöjjtső! Igen. Ákos barátommal egyébként már elkezdtük a Severance Blade of Darkness című játéknak a végigjátszását. Az is jó lesz. Hát csak majd fel kell töltenem YouTube-ra. Csak azt akkor szeretném majd, hogyha már egy pár rész kész lesz belőle. Tehát mondjuk olyan 4-5 darab rész már megvan. Mert Ákossal viszonylag ritkán tudok találkozni. És akkor nem akarom azt, hogy havonta van egy rész. Megszakítjuk az életjeleit a hullának. Yeah. Egyébként, hogy vagytok, gyerkőcök? Meséljetek. Meséljetek el kommentben, hogy hogy tetszik a videósorozat. Iratkozzatok fel. Minden. Lájkoljátok. What the hell is going on in this hospital? Jaj, megölnek mindjárt. Mindjárt kinyiffanok. Kélebet nem lehet csak úgy eltenni lábalól. Egy vurubaba. Yeah. Most felvesszük ezt a kis ládikát. Első segély ládika. Hopp, most lekapcsoltam a villanyt. Yes. Fürdés után nyugodt lelkülettel játszok. Jöttem. Hát akkor menjünk visszafele. Emergency room. Hey. Hát ez nem. Ez gazság volt. Ez egy gazság volt, kérlek alásan. Ah.
What the hell am I doing? Na jó, koncentráljunk. Na így már jobban tetszik a szisztéma. Ezek az alávaló ellenségek. Nem merestek lefújni tűzzel, hogy meggyulladjak. Hát ha ők fújnak, akkor én is fújok. Aha, egy szemkulcs. Egy szemkulcs. Oké. Au, au. Au, au. Egy öngyilkos merénylő. Ájjajjajjajjajj. Azt a nem jóját. Mi ez a hang? Állj, honnan lősz? Ja, látszik, hogy már késő éjszaka van. Reflexeim tompultak. Nem úsztad meg. Azt hiszem, hogy éjszaka nem fogok Vladot forgatni. Valahogy nem érzem magam formában. Gyertek, kutyák! Ajajajaj. Ott vagy, látlak. Má. Megnéztem ma a Felhő Atlasz című filmet. Jó film. Azok közé tartozik, amit legalább kétszer-háromszor meg kell nézni, hogy teljesen felfogja az ember, hogy miről is volt benne szó. Sokrétű. Annó a Matrix-szal voltam még így. Mai napig a kedvenc filmem, amúgy. Ezt felolvasom, azt megnézem, hogy kétszer-háromszor lehet, hogy ez is egy ilyen új kedvenc lesz a végén. Ki tudja. Sörétes. Benned van valami hulla. Menjünk tovább. Ha. Bum. Távirányítós bomba. Juppi. Aztán most... innen... nem tudok bejutni ide. Lehet, hogy a kulcs valamelyik hullánál lesz. Vagy talán nem. Am I wrong? Ez jó. Valaki öngyilkos akar lenni, akkor ebben a szobában
meg tudja oldani. Fú. Emögé sem vennék be szívesen. Kis Prince of Persia-s beütésű cucc. Ezt hogy veszem ki onnan? Ohoho! Hey! Ó, oh, van a lépok. Fúhú, csaj! Jézus Mária, hogy jutok ki innen? Csak egyesével kérem szépen. A régi öngyilkos jelölteknek a szellemei. Bum! 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 Bumba nem jó ját. Gyere! Dur! Haha! Mellé! Mellé lőttél a szellem. Ennél szellemesebb módszerrel kell engem likvidálnod. Dur! Bum! Dur! Jaj. A hőmérséklet ingadozás miatt ezek a műanyag üvegek állandóan durraganak. És mindig megijedek. Na most már kicsit körülnézhetünk jobban. Jaj. Hát nem állunk túl jól. Megvan a tűzkulcs. Igen. De az hova kell? A szemkulcs, azt tudom. Ja, várjál, várjál. Azt hiszem, hogy tudom, hogy hova kell. Most körbe-körbe megyek. Na várj. Azt hiszem, hogy ide kell. Vagy nem? I need a key. Hova kell? Oh yeah. Oh no. Ahoho. Ilyen rusnya módszerekkel engem nem lehet levenni a lábamról. Okay. Hát akkor lássuk, mi van itt. Egy nagy dagad zombi. Gyerünk zombi, meséld el az életed történetét. Auf. Hol szereztél ezt a baltát, zombi? Karácsonyra kaptad? Csak nem egy kivégzésnek vagyunk a szemtanúja. Megpróbálom kirobbantani ezt a rácsot. Nem jártam sikerrel. Valahogy az az érzésem támadt, hogy ezeknek a hulláknak valamelyikében fontos cuccra lelhetek. Dír dur puf. Ah, hú, egy életem. Egy életem, egy halálom. Pusztulj. Hát, hatalmas mákon volt az a lő. Ezt meg kell hagyni. Egy életerő. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh.
Nem rajongok ezért a cuccért, de hogyha már megadatott, akkor használjuk. Na de, merre is kell itt menni? Aha. Die! Ez jól esett. Nincs még valami? Durra! Ajjaj. Lehet, hogy kicsit jobban oda kéne figyelnem? Kösz a kaját. Sürgősen kajára van szükségem. Na már csak ez hiányzott. Na. Takarodjatok. Ne, csak ezt ne. Hát igen, ez már... Anyád! Imádom! Széttörni az agyakat. Formaldehidbe áztatott agyvelőket. Ez meg egy lift. De először még körülnézek. Ó, innen lehet eljutni a titkos pályára, mert hogy erről a pályáról lehet eljutni a titkos pályára, úgy tudom. Ugye? Elvileg innen lehet eljutni. Valami titkos gombot kell megtalálni. Azt belőni. És akkor... Hát ez meg... Mit akar jelenteni? Mit követtem el? Ráadásul... Nagyon... Na gyertek! És tudom, hogy kéne. Jajcs! Ez nem járható út. Már látom. Nagyon hiányolom azt az ugrócsizmát. Na jó, azt hiszem, hogy most gyorsan lelépünk innen. Megnézzük, hogy az a lift egész pontosan hova vezet. Ennél már csak jobb helyre. Sokkal jobb hely. I need a key. Viszont ha már így alakult, akkor kicsit körülnézünk itt. Mi újság? Hopp. Mi ez? Patkányok? Már rossz. Arra hattam.
Hát, már elnézést a kifejezésért. Na jó, akkor húzzunk innen. Ezt neked. A lelkem az enyém. Gyertek mindjárt. Nem érdekel, hogy pazarlom a dinamitot. Egyszerűen muszáj ezeket megölnöm. Valahogy fogok felugrani. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Oké, megnyomtam azt a gombot. Jaj! Nekem rémálmaim lesznek. Ó, de tudtam. Hát ez nem igaz. Szörnyűek ezek. Ezek a kezek. Na, zárulj be. Így ki. Nem értem, hogy miért nem tudtam az előbb leszedni magamról. Még úgy nyomkodtam, mint a gépfegyver. Anyád. Kezem olyan volt, akár a Tommy Gun. Na, ott van a referenciánk. I don't know nothing about birth and babies, Miss Scarlet. Jó. Ennyit erről. Hát. Nem tudom, mi vár itt rám. Semmi. Na jó, menjünk akkor visszafele. A titkos pályára. Már mondjuk igaz, hogy most megvan ugye a szemkulcsunk, vagy mi. Vagy akkor menjek először el odáig, és aztán a titkos pályára. Vagy ez már most itt a vége lenne? Lehet, hogy ez már a vége. Muszáj taktikáznom. Na, hát hányan vagytok még? Vagytok még? És ha igen, hányan? Tűzkapcsoló. Mi? Aha. Aha. Igen. Na jó, akkor megyünk a titkos pályára, gyerkőcek. És azt hiszem, hogy utána le is fekszek. Egyedül. Így késő este. Még a rágó gumi sem. Segítség! Tudnám, merre kell menni. Nem erre. Biztos nem erre. Hát persze, hogy nem. Erre kell menni. Csak az a baj, hogy most ezek engem ki fognak nyírni. Ott van fent a gomb.
Na akkor azt most el kéne találni. Hogy kéne ezt eltalálni? Pedig biztos, hogy az a gomb az ott. Ott van. Lehet már eltaláltam. Valami volt. Valami kinyílt. De nem kedvellek. Aha! Yeah! Yeah! Igen, 3 az 5-ből. Na, egész jól teljesítettünk, és most jön a titkos pálya. Maradjatok velem. Sziasztok!